Felakasztott hinták és feltúrt járdák jelzik, elkezdődtek a felújítási munkálatok a Malomligetben. A program a zöld város kialakítása Győrben projekt keretében valósul meg. A munkavégzés szakaszosan történik, de október második felére a környék teljesen új színben pompázik majd. Az egész terület megújul, mind a zöld területek, mind pedig a közlekedő utak megújulnak. Ez azt jelenti, hogy itt a játszóteret, a sportpályát a kivitelező ideiglenesen átmenetileg elbontja, tehát ezeket nem lehet használni, és maga a park is egy munkaterületté válik a elkövetkezendő hónapokra, de amikor kész lesz és megújul, akkor teljesen új zöld terület lesz, új zöld felület lesz, a járdák, a közlekedő utak új burkolatot kapnak, illetve itt a Nemzeti utca, ami gyakorlatilag átfut a parkon, ez is új burkolatot fog kapni, tehát megszépül az egész liget. A Malomliget valamennyi közlekedő útja és a Nemzeti utca is térkő burkolatot kap, teljesen megújul a zöld terület, új utcabútorok kerülnek a ligetbe. A játszótér is visszaköltözik a helyére, és a korszerű burkolattal, új kerítéssel, világítással ellátott sportpályán is újra pattoghat a labda. Az átmeneti kellemetlenségekért cserébe tehát október második felében megújult park várja a környéken lakókat. Természetesen egy ilyen felújítás mindig kellemetlenséggel és kényelmetlenséggel jár a környéken lakóknak, akár a közlekedőkre, akár az itt élőkre gondolunk. Kis türelmet kérünk, nyilván néhány hónap múlva azért ennek meg lesz majd a hozadéka, és én azt gondolom, hogy mindenki nagy örömmel tudja majd használni ezt a megújult ligetet. Addig is pedig kérjük mindenkit, hogy legyen egy kicsit türelmesebb, toleránsabb a közeljövőben. Ez biztos, hogy zajjal és a munkagépek közlekedésével fog járni, de megéri várni, mert egy megújult környezet áll majd a itt lakók és a közlekedők rendelkezésére. A kisgyermekes szülők és a sportolni vágyók a környéken lévő rövidebb, hosszabb sétával elérhető helyszíneket választhatják a munkálatok ideje alatt. Például sportpálya található a Bem téren, Adi városban, játszótér a Verseny utca 11 szám mögött, a Szigeti Attila út 78 szám mögött, a Szent Imre út 9 szám mögött, a Szent Imre út 12 szám mögött, a Mester utca 10 és 12 szám alatti épület közelében, a Bartók Béla út 18 szám mögött, a Kávária és a Babics utcában, a Bartók Béla út 44 mögött, a Szigeti Attila út Éppfúj játszótéren, a Török István utcában, a Mester utca 18 és 22 számú épület közelében.